A Vertigo Szlovák Színház William Klimacek Színésznők című vígjátékával szórakoztatta a közönséget március 27-én a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Amellett, hogy a darab szórakoztató, foglalkozik a mai embereket érintő komoly kérdésekkel is. Arról van szó, hogy három hölgy jelentkezik egy színésznél, hogy segítse őket át bizonyos problémákon, ezért próbálnak megtanulni, tanulni színészetet ettől a színésztől, és ezeken a gyakorlatokon keresztül, amit a színész mutat nekik, hát valahogy a nézőpontjuk kiszélesedik a világra, és megoldódni látszanak a problémáik, illetve felvilágosulnak, a saját problémájukra találnak rálátást. Az előadás zenével, tánccal fűszerezve nevettette meg a kiskörösi közönséget, hiszen a nézők is találkozhattak benne olyan helyzetekkel, amelyekkel azonosulni tudtak. Mindig jó női sorsokba beletekinteni, szerintem, amikor a színészeten belül, vagy annak segítségével próbáljuk oldogatni a kis életünket, mert mindenkinek van valami olyan dolog, amit nagyon meg szeretne oldani az életében. De ez játékosan, könnyed formában, és mondom azzal, hogy zenei és dalocskák, táncok vannak benne, nagyon, nagyon helyes kis előadás. Az előadás szlovák nyelvű, hiszen fontos a szlovák közösség fenntartása, a kultúra terjesztése, valamint a nyelv őrzése. Itt van egy elég nagy szlovák közönség, és azoknak éppen úgy jár az ő saját kultúrájuk, mint ahogy nekünk jár a sajátunk, mondjuk Szlovákiában, vagy a környező országokban, ahol viszont a magyar kisebbség létezik. És akkor én Felvidékről származom, és nekünk is nagyon jól esett, főleg a háború után, amikor mi a csemadokban a saját kultúránkat megélhettük. És én valahol itt érzek egy visszahatást, hogy én nekem most ez a feladatom, hogy ezt visszanozzam feléjük. A színésznő elmondta, hogy a közönség mindig pozitív visszajelzésekkel illeti a darabot, köszönhetően az összetartó szlovák közösségnek, valamint az előadás humoros pillanatainak.